Mondhatjuk, hogy spirituális közhely, hogy a párkapcsolat az egyik legjobb tükör számunkra, ugye asztrológiailag megközelítve, hogy a hetes ház a projektív felületek háza, én szoktam úgy is mondani, hogy ha prognosztikában nézem, hogy nem a párkapcsolattal van dolgunk, hanem a projekciójainkkal és amit tanulhatunk a párkapcsolatban az adott időszakban. És hát az is egy törvényszerű dolog, hogy az életváltozás. És hát nagyon belementél ebbe a témába az utóbbi időben, illetve beszélgettünk erről, hogy a szakdolgozatokat is ebből írtad, hogy ilyen megváltozott férfi-női kapcsolat. Hogyan foglalnád össze, hogy mi ennek a lényege? Mi az eszenciája, mit jelent az, hogy megváltozott? Mi az, ami megváltozott egyáltalán, és mi az, ami örök? Nagyon jó a kérdés. Tudjuk jól, hogy tulajdonképpen az életben minden történet leírható egy körben. Akár a férfi-női kapcsolati és szerepminták is megjárják a maguk körét. Elindult, most egy kört veszek, akár ezt a kört spirálisan is nézhetném. Tehát vehetnék egy másik kört is, ha felülről nézed a spirált, az csupa-csupa kör-kör-kör. A patriarchális időszak lejárt, véget ért. Minden, ami eléri a csúcspontot, minden, ami eléri a kritikus tömeget, minden, ami eléri azt a minőséget, mennyiséget, aminek tovább már nem lehetsz, mert mindent kivettél belőle, az egyszer csak átfordul, és azt tapasztaltam, hogy ezen a duális bolygón, ha valami megjelenik egy végletben, utána arra egy másik véglet reagál. Tehát a végletnek mindig a véglet a párja. Ingoelv. Abszolút ingoelv, vagy mérlegelv. Vagy egy libikókát, ha ráül egy 50 kilós ember, utána egyensúlyban csak is egy másik 50 kilóssal lehet. Az előbb úgy fogalmaztál, hogy az egész bolygón, de nekem úgy az tűnt, egész mint, bolygón. Csak az egész, mint hogyha ez csak a nyugati kultúrára vonatkozna, vagy nem, mert azért itt komoly, olyan komoly kultúrák van, ahol egészen más. Így van, de azért, ha megfigyeled, nem csak a nyugati kultúráknál, ugyanis egyre több arab nő az, aki gépjárművet szeretne vezetni, aki leszeretné venni a csadort, akiket épp ezért elképesztő megtorlások követnek. Nem régen volt egyébként pont a Nőklapjában jó néhány cikk arról, hogy Szaúd-Arábiában 11-12 éves kislányok táncoltak az esőben önfeledten, és felvették okostelefonnal, mert okostelefon már ugye mindenhova eljut, mindenütt van, és kitették a Facebookra, és a család tagjai ölték meg ezeket a kislányokat, mert ők szégyent hoztak a családra, mert nők így nem viselkednek. Ez most volt pár hónapja, tehát ezek friss hírek. Ugyanúgy egy, ez is szaúd-arábiai nő, gépjárművet vezet, kocsit vezetett, semmi különös, börtönbe került. Tehát elkezdtek már ott is mozgolódni a nők, elkezdtek mozgolódni az erők. Nyilván vannak nagyon erős tradicionális kultúrák, gondolok itt India vagy Afrika bizonyos területeire, de mivel a bolygó is egy energetikai rendszer, egy minőség, oda is kifognak rezegni ezek a változások. Nem hagyható itt ki senki semmiből. Van is egy ilyen mondás, hogy ahol egyetlen egy ember éhezik, ha egyetlen egy ember éhezik, nem tudsz teljesen igazán jól lakni, te magad sem. Csak egy bizonyos szintig, a gyomrod szintjéig. No, de visszatérve ez a megváltozott férfi-női kapcsolat és szerepmintákra, tulajdonképpen az ezredik fordulóra tenném körülbelül azt, amikor a patriarchális időszak véget ért, és elindult egy őrületesen nagy változás, ami azt jelenti, hogy a nők öntudatra ébredésével, amit már azért megelőzött egy közel 100 éves feminizmus, 1905-ben alakult meg Magyarországon az első feminista egyesület, óriási visszhangot és felháborodást váltott ki, még olyan nagy személyiségektől is, mint Jung, aki nem értette, hogy mi az, hogy munkába akarnak állni, a nők dolgozni akarnak, nonsensnek találta. Maga Freud, aki hát azért egy nagyon nyitott, zseniális elme volt. Tehát nyilván egy hosszú előzmény után, vagy hosszú, hát több évtizedes előzmény, egyébként az nem olyan hosszú ahhoz képest, hogy évszázadokig is durult a patriarchális minőség. Megtörtént az, hogy úgy szoktam mondani, a nő kiegyenesedett, aranyacélgerince megpendült, gyökeret vert a fenség, körbenézett, kihúzta magát a férfi alól, mert ugye a patriarchális azt jelenti, hogy a nő alá a férfi fölé rendelt, egy játszma. Maga mellé tette, a férfi kicsit meg is rogyott, el is bizonytalanodott, meg is szeppent, mert azért nagyon sok ereje a férfinek a nőből volt, és egyébként fordítva nyilván a nőnek is a férfiből. És elindult egy olyan menet, amiben a nő
évszázadokon át tartó kiéhezettsége a tudásra, tanulásra, zárójelben jegyzem meg, hogy a Bolognai Egyetem megnyílása után 700 év telt el, hogy egy nő takarításon kívül más funkcióval betette az intézménybe a lábát, mert még a 20. század elején is voltak olyan tudósok, akik azt bizonyították be, hogy mi az agyunk nem képes befogadni a tudást, nem is olyan alkalmasak rá. Tehát kiéheztük a tudásra, tanulásra, ebből automatikusan jön, hogy kiéheztünk a munkára, az önmegvalósításra. Kiéheztünk a szabadságra, ami soha nem adatott meg egy nőnek, mert még a te anyukád vagy nagymamád sem tehette meg, hogy azt mondja a nagypapádnak, hogy Lajos, drágám, lányokkal kitaláltuk, hogy elmegyünk 3 napra a Tiszához sátortáborozni, addig tehetesd a gyerekeket. Hát meglepődött volna, mint sátortáborozni, mély a nőkkel? Hát egy mai modern nőnek, ha azt mondaná a párja, hogy te nem mehetsz akciós wellnessre, vagy mit tudom én, az Everestre, vagy Balatonra, vagy bárjó a barátnői, de hát az úgy ott hagyja, mint ebbe a Szaharát, mert már nem bírja a nő a korlátozást. És egyébként a férfi sem, meg rettegnek is az elköteleződéstől, de ez most más téma. És hát kiéheztünk a minőségi szexre, aminek aztán végképp nem volt soha semmilyen lehetősége, hogy ezt kinyilvánítódjon a szűz és a szajha kettőssége miatt, hiszen mi abban a kultúrában nőttünk fel, hogy a tisztességes asszonya a Mária archetipus, tehát a szüzen férhez menő lány, aki anya lesz, vagy a rossz lánya Magdaléna, a cefre, a cédula. Úgyhogy ez a balansz, ez még nagyon-nagyon nincs a helyén, mert még mindig, erre van egy kifejezés, Amerikában a nők törnek föl, mint az olaj, még mindig azt látom, ez az elképesztő zsigeri kiéhezettség tombol, amit millió dologban megnyilvánul. Például a felsőoktatásban tovább tanulok, 68% a nő. Számolt ki, 28 nőnek már nem jut diplomás partner. Mindenütt a lányok a jobb tanulók, általános iskola, középiskola, felsőoktatás, ezek statisztikai adatok, ezek nem az én szubjektív valóságom. Mondtál egy ilyet is egy beszélgetésük során, hogy spirituálisan is úgy tűnik, hogy és a mostani években a világban előrébb vannak a nők. Előrébb vannak a nők. Nézd, erről is lehetne statisztikát csinálni, könyvkiadókat kérdezzél meg, a női célközönségre appellálnak. Jelenleg a piacon legjobban menő könyvek a gyerekkönyvek, mert hát a gyerekeknek olvasni kell, tehát ott nincs mese. A gyereknek este mesét kell mondani, mert nem alszik el. Tehát az egy szükséglet. Ez egy ősi szükséglet. 1000 éve, 2000 éve, 5000 éve is mesét mondtak a gyereknek, még ha nem is könyvből. A szakácskönyvek most valahogy a gasztronómia nagyon virágzik, tehát ilyen kultusza soha nem volt a gasztronómiának, de ha belegondolok abba, hogy én Hajdonánáson miket ettem, azt a hát 30 féle max. De mondjuk az volt, ami, tehát nem panaszkodom, mert anyám, apám nap mint nap vágta a csirkét frissen. De az ízekben ott vannak a világízei is, tehát az individualizáció. Tehát ez a nagyon színes, nagyon gazdag, nagyon változatos táplálkozás, ez azt jelenti, hogy az élet ízeiből is ilyen sokfélére vágynak az emberek, tehát ez egy folyamatos nyitás, és mégis akárra is nézzük, a kajálás a leggyakrabban bevihető egyik legfantasztikusabb örömforrás. Az a szerencse, hogy nem látszik rajtam, hogy szeretek enni, hál' Istennek! És a harmadik, a pszichológiai, önismereti, spirituális könyvek. Ezek állnak a dobogó harmadik helyén, aminek a nagy többségét nők veszik. Úgyhogy a kiadók, nekem ezt könyvkiadók mondták el, mert érdeklődtem, most volt a Vörösmarty téri nagy tavaszi könyvünnep. És tudják a kiadók, hogy erre appellálnak. A művelődési házak többnyire igazgatónőit, mindig megkérdem, mert kb. 10 éve tartok előadásokat, majdnem mindig műfázakban. Csak az én előadásaimon ez a nemek aránya? És tudod, mi a nemek aránya? Függetlenül attól, hogy musical, kulturális est, előadói est, egészségtudatos napok, stand-up comedy, tök mindegy mi, tehát ami a műfázakban szokott lenni, 80% nő, 20% férfi, és hozzászokták tenni a műfázigazgatónők, hogy szerintem őket is a párjuk hozza. Szociológiailag bizonyított, hogy Magyarországon az úgynevezett midlife krízis, az életközépválság nem a nőket sújtja, a
férfiakat. A 40-50-es nők mozognak, jönnek, mennek, családállításra mennek, zumbatáncra, astanga jogára, feng shuira, önismereti klubokba. És ennek a jelenségnek miben látod a dolgát? És a férfiak mit csinálnak? A 40-50-es nagy többség, tehát menjél el vidékre, nézzél szét, egyik kézben távirányító, másikban sör. Megelőztük tavaly Amerikát. Mi vagyunk az első a világon tévénézésben. Tavaly még Amerika volt, most Magyarország az első. Tavaly másodikok voltunk, érdekes módon Mexikó-Magyarország fejfej mellett. Egyforma a zászlónk színe is. 4,5 óra az egyfőre jutó magyar átlag. 4,5 óra. Jó, uram, atyám, leagatyám, borzalom. Mi helyett tévéznek az emberek? Ebben benne van mondjuk a reggel, míg fő a kávé, meg uzsonacsomagot készítek, megy a RTL, vagy TV2, vagy bármelyik, de ez akkor is nagyon brutális. Tehát az embereknek több mint a 90%-a még alszik. Szóval hogy a férfiaknál az életközépválság így alakul, és a nőknél pedig ez nem történik? Erről eszembe jutott, amit meséltem neked, ez az amerikai szerzőkönyve, amit egy nagyon jó fej fiú barátom, hát önveletkorú férfi, nem fiú. Férfi barátomtól kaptam, és azt mondta, Somám, te annyit foglalkozol a nőkkel, de ezt a könyvet ismerned kell, és én férfiként mondom azt, hogy rengeteget segített nekem. Olvasd el, elolvastam, remek könyv, Ellen Gretsch, Ha a férfi beszélni tudna, egy amerikai pszichiáter férfi, több évtizede, ő csak férfiakkal foglalkozik, és ír ebből egy eszenciális könyvet, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy a férfi nem tudja kifejezni az érzelmeit, retteg kifejezni az érzelmeit, tele van elfojtott érzelmekkel. Ha a férfi beszélni tudna, és hozzáteszem, ha a férfi sírni tudna. Nagyon tanulságos volt tegnap az RTS Method sátorban, ahol transzoltunk. 20 nő, 8 férfi volt, ezt meséltem. Egy férfi kivételével az összes férfi, ők transzoltak a legjobban, ők ordítottak a legjobban. Mert olyan sokáig voltak arra kondicionálva, hogy a férfi lét az abból áll, hogy ne sírjál, ne pityerek, te férfi vagy, te tartod magad. A két szememmel láttam ezt, hogy tavaly volt egy házaspár barátunkat, 4 kisgyerekük van, majd elmondom, hogy ki a érdekel, hát mindegy, nem fontos, nem pletykálunk. A 2,5-3 éves pici fia sírva fakadt, és már annak a kis csöpkének mondta, nem sírsz, mit csinálsz most, fekvőtámasz! Mert elkezdte már az ekkora csöp gyermekét fekvőtámaszoztatni, és a gyerek először szipogva fekvőtámaszodott, és aztán persze, miután az apja hajtott, hogy még 5, még 4, annyira kellett már koncentrálni az izommunkára, hogy bele is szépen bele is égette az izmokba, a sejtekbe, a rostokba lenyomott, lefolytott fájdalmat, hogy ő férfi, és már 3 évesen. És emiatt aztán azt mondom, hogy rengeteg az érzelmi fogyatékos férfi. Az azt jelenti, hogy tudjuk, én nem hallottam ezt a kifejezést, máshol intoltam a spanyol viaszt. Tudjuk, mi a szellemi fogyatékos, tudjuk, mi a testi fogyatékos, az érzelmi fogyatékos az, aki nem csak, hogy nem éli meg az érzelmeit, nem mondja ki az érzelmeit, tehát nem merik kimondani azt, hogy szorongok, nem kerül kapcsolatba, fel sem ismeri az érzelmeit. Tehát olyan szinten folytja el, hogy ha bármi jönne, akkor gyorsan átcsoportosítja a figyelmét valami másra, bármire. És ebben már nagyon-nagyon szenvednek a férfiak, aminek konkrétan mérhető, számokban mérhető következményei is vannak. Elsők vagyunk a Európában a férfiak korai halálozásában. Ezúttal ajánlom a www.mentsükmegaférfiakat.hu szájtot, ami egy nagyon jó prevenciós oldal, rengeteg nagyszerű interjúval, javaslattal, útmutatással, ahol láthatod azt, olvashatod azt, hogy jelenleg Magyarországon 5 férfiből 3 lesz 65 éves, ami döbbenetes szám, mert ma már 65 év az nem egy idős kor, hanem egy kitolódott középkor, abszolút. Tehát most egy 65 éves, jó kondícióban, jó karban levő ember már egy érett középkorú, és nem idős. Az azt jelenti, hogy 500 ezer férfiből csak 300 ezer lesz 65 éves, és a két vezető halált okozó megbetegedés, szívinfarktus, szeretem-e magam eléggé? Érzelem, van-e elég kapcsolatom a saját lelkemmel, magammal? Áramlik-e az adok-kapok szeretet az életemben? És hát a második a prosztatarák, ami azt jelenti, hogy saját szexualitás, elég vagyok-e, mint férfi a nőmnek, a nőknek? Hiszen a
vadászó férfiből futballnéző férfi lett. A futball az a vadászat archetipikus megnyilvánulása jelenleg. Az, hogy most vadra lövünk, vagy gólt lövünk a kapura, teljesen mindegy a lélek szempontjából, mert meg kell küzdened a másikkal, és le kell lőnöd, vagy be kell lőnöd valamit. És hát pizzát meg bárki lő a sarki közérben. Tehát megszűntek azok az ősi férfi minőségek és szükségletek, amitől a férfi férfinek érezhette magát, és most már a szexuális képességei is erősen meg vannak kérdőjelezve, mert a kiéhezett nő azt követel, minőségi szexet akar, előjátékot akar, klitorális, vaginális orgazmust, utójátékot akar. Szóval csipánk és a szánk is. Épp ide érkeztük, ezt akartam kérdezni, hogy ugye univerzális törvények működnek, te is tapasztalod. Hogyan foglalnád össze azokat az archaikus mintákat, férfinői mintákat, amik most is, ahogy kezdtük a beszélgetést, örökérvényűek, és hogyan foglalnád össze azt, ami viszont dinamikailag már megváltozott. De az alapminta mégis megvan. Értem. Én leginkább szerepekhez nyúlnék, hiszen az életünkben legtöbbször szerepekben vagyunk, és olvastam a Shinoda Bolem-féle megközelítést, az Elizabeth Davis női archetipusok megközelítést, de nekem valamiért a szerepekben levő megközelítés jön, ami azt jelenti, hogy a nőknél az anyai szerep, anyai minőség, ami nem csak szerep nyilván, hiszen az anyai minőség ott van már a 4 éves kislányban, aki a babakocsiban tologatja az ekkora csöbb babáját, és már 8 évesen pesztrálja az újszülött kistestvérét ösztönösen. Tehát az anyai minőség, a gondoskodás, óvás, féltés, amit hát egy ősi hozott tudás, jó esetben, a vénuszi nő, aki a régebbi mintázat szerint Magdaléna volt, aki élvezi, felismeri a saját szexualitását, a saját nőiségét, él vele, megéli, amikor az ideje van. Itt zárójelben jegyzem meg, ne tudd meg hány 50 fölötti nőnek a sírámait hallgattam végig, akik azt mondják, hogy Gyöngyikém, ha én 20 évesen tudok annyit, mint te, Istenem, de más életem lett volna. A kimaradt, megéletlen, felszabadult nőiség egy gyászoló nők, akik tudják, hogy ebben az inkarnációjukban már nem élhetik meg azt a ropogós, kívánatos szexualitásukban kiteljesedő női minőséget, tehát a vénuszi nő, amit én főpapnőnek hívok, az azt jelenti, hogy az a minőséget, aki tulajdonképpen a lélekkel, az Isten önvalóval, Istennel kapcsolódik, és valójában ide tartozik a főpapnői minőséghez minden, ami ma már a spirituális fejlődést adja, minden önismereti munka, minden pszichológiai, minden belső munka, de akár az is, hogyha te egyedül végig sétálsz a Balatonparton úgy, hogy közben befele figyelsz. A dolgozó nő, ami nagyon-nagyon főtt és nagyon-nagyon törekvő, ugyanis a nyugati trend is az, hogy most már a közép és a felső vezetésbe és a politikai vezetésbe kerüljenek be a nők, mert rájöttek, hogy azok az országok, ahol megjelennek a nők, a felső vezetésben sokkal sikeresebbek. Divat a női munkaerő, divat a női minőség. Használása is itt megint egy érdekes adat, hogy a Európában a gazdaságilag legjobban működő országok Svájc, Svédország, Dánia, Hollandia, Finnország, Németország 49-51%-ban van a politikai életben jelen a nő. Tehát fele arányban. Mi utolsók vagyunk a 9%-unkkal Európában. Tehát a dolgozónő, amire nem csak a nőnek van szüksége, a világnak is szüksége van. Viszont ott hozzáfűzöm, hogy a részmunkaidős, kismamák részmunkaidős munkába állását olyan szinten támogatják okosan, hogy így lehet a nőkre appellálni, hogy tudják, hogy nem mind nálunk, hogy egy kismama 2-3 év után, gyes után el szeretne helyezkedni, és nem fog elhelyezkedni, mert nem veszük szívesen vissza a munkába, mert a gyerek óvodába beszokik, jaj, nem jön az anyuka, állandóan szabadságul lesz, fizetni kell utána. Ehhez képest az említett nyugati országokban kifejezetten rámentek arra, hogy de visszavesszük 4 órásba, vagy ha ő úgy igényli, már 6 órásba. Szóval ez egy komoly megoldandó, és ez már társadalmi szinten megoldandó probléma. Én nem is tudom, hogy konkrétan miért nem veszik le ezeket a mintákat. Nem értem. Na, sok minden nem ért az ember, le vagyunk sok szempontból maradva. Tehát a dolgozónő, és hát a barátnő sokkal jobban az individualizálódás miatt sokkal erősebbek, vagy hát ki tudja. Nem mondanám, hogy erősebbek, mert azért fonóban is mentek a barátságok. A barátság, az a világ egyik legfontosabb dolga, mert a barátokkal fénylőszálon vagy összekötve. Mindenkivel össze vagyunk kötve, de szerintem a barát attól lesz barát, hogy vele fénylik az a szál.
A férfiaknál pedig hát nyilván az apa, a marsikus én, ugyanúgy a főpap, a dolgozó férfi, a barát, és mindegyiküknél az örök gyerek, amit én még kiszoktam emelni. Mert ha azt elveszítjük az örök gyerekkel való kapcsolatot, és elhisszük ezt a ránk égett felnőtt szerepjelmezt, akkor már régen vége. Ugye vége felé megengedsz egy szemét. Ja, és a különbség, mert kérdezted, hogy mi a különbség, az, hogy elkezdődött a szerepek integrálása. Tehát még régebben, ahogy mondtam, a szűz és a szaja kettőssége volt, szó nem volt arról, hogy karriert építő nő, vagy szexualitását élvező nő, meg anya az ugyanaz legyen, a mai nő, ezeket a szerepeket mind egy személyben kívánja megélni és integrálni, és ezt sincs azt gondolni, hogy az a nő, aki imádja és élvezi a szexualitást, ne lehetne nagyszerű munkaerő, kiváló anya és remek társ, és azért ilyen még nem volt, hogy ennyire integrálódjanak a szerepek, vagy archetípusok, vagy mindegy, hogy erről szól a könyved is, és erről tartasz mostanában kurzusokat, erről is többek között. Ha megengedsz egy személyes kérdést, eléggé transzperensé szoktad tenni magad. Neked mi a titok, hogy csináljátok a pároddal, Gyurival, hogy végül is azért te a nők közül is, hogy is mondjam, elég alternatív módon is élsz meg szabadon, és vállalod magad, és vállalod a nőiségedet. Ezt hogy ebben a mostani ilyen fura magyarországi társadalmi helyzetben, pont amit ecseteltél, a párod hogy fogadja ezt el? Hogy van ezzel? Hát aki ismeri Gyurit, az tudja, hogy én az Istennek nem a lábát fogtam meg. Hát azért ez kell egy Gyuri. Kell ez a végtelenül bölcs, szerény. Hát nekem a Gyuri volt a mesterem. Tehát én emlékszem, hogy én olyan 33 voltam, ő 8 évvel idősebb, tehát ő már olyan 41. Amikor ebédeltünk, és ült az asztalnál, és rám nézett, és azt mondja, hogy nézem, ahogy nősz föl mellettem. Ő kivárta, hogy abból a sérült kislányból, akit 24 éves volt, amikor megismert, legyen egy érett felnőtt nő, és az, amit ő végigcsinált, az a feltétel nélküli szeretet, amit ő megmutatott nekem, anélkül én ez a Soma nem ülne itt. Ez a Soma nem ülne itt. És ő egy olyan ember, aki mellett az lehetek, aki vagyok. De hát amikor én 35 évesen például becsömörlöttem attól, hogy mindig valakiről gondoskodok, mert 5 gyerekes családban nőttem fel elsőként, utána, ahogy fölkerültem Pestre, egy idősbácsit gondoztam, és cserébe ott lakhattam, utána 4 évig egy mániás depressziós epilepsziás barátomat, utána már jöttek a gyerekeim. És 35 volt, amikor rájöttem, hogy én még az életemben nem keltem szinte úgy, leszámítva az életem első, mit tudom én, 5-6 évét, vagy 10-et, kisgyerekként, amikor ne az lenne az első, hogy én most gondoskodok. Kistestvérnek, öregnek, betegnek, gyereknek. És azt éreztem, hogy nekem kell az autonóm szféra, én egyedül akarok most lenni, nem akarom minden nap látni a családomat. 10 év után besokaltam, én nem voltam kíváncsi minden nap a gyerekeimre se, Gyurira sem. És tudom, hogy ezt nem szép ilyet kimondani egy anyának. De őszintén szembe kell nézzek magammal, hogy attól én még jó anya vagyok, mert 5 napig Gyuri van a gyerekekkel, 2 napig én meg magammal. Mert akkor már olyan sokat voltam én szerintem jóval többet a gyerekekkel, hogy azt éreztem, hogy ők kvázi adósok. És én is ugyanúgy alkotó ember vagyok, neki volt saját stúdiója, nekem meg azt mondtam, akkor lesz leánylakásom. És amikor ezt elővezettem neki, nem reagált semmit, elgondolkodott, és azt mondta, hogy Mazsoli, tedd, ami neked jó. Egy átlagos férfére, hogy reagálom? Mit akarsz, te leánylakást? Ha megőrültél, kurva lettél, vagy mi a bajod? De hát úgy tűnik, hogy ez a szeretet. Hát ez a szeretet. Valahogy ilyesfélenek. Ez a szeretet, és erre szoktam idézni a Feldmár Andrást, hogy onnan tudom, hogy szeretsz, mert melletted szabadabb lehetek. Na ez a szeretet, amikor melletted szabadabb lehetek. Úgyhogy ez... Szabad ez, és önmagad lehetsz. Szabad és önmagad, úgyhogy szépen most szabadulok ki 6 hétre Londonban nyelvet tanulni. Ott élő magyaroknak kurzust tartani, és soha eszünkbe nem jutott, hogy mi egymást korlátozzuk Gyurival, és egyébként ez, hogy 20-akárhány éves együttélés, most már 25. éves együttélés után nem kellünk minden nap, és nem fekszünk minden nap együtt, ez hihetetlen jó. Mert van egy pont, amikor nem tudsz többet adni magadból a másiknak, mint a hiányod. És kell töltődni. Fölfelé, és kell töltődni lefelé, oldalra, visszintesen, minden irányba töltődjünk, és viszed haza utána a sztorikat.
veled mi történt, veled mi volt. Tehát van egy, mind a ketten izgalmas életet élünk, és adunk egymásnak. Ha már itt tartunk, itt vagyunk az Everness Fesztivál végén. Hogy érezted magad ezen a fesztiválon? Jaj, drágám! Hát szóval most értettem meg azt, ami ennek a fesztiválnak a szlogénja, amit egy nem tudom, 8-10 éves kisgyerek mondott, hogy ha ilyen lenne a világ, akkor nagyon-nagyon kényelmes lenne benne élni. Én nagyon-nagyon bízom abban, hogy ez egy reprezentatív mintája annak, ami lesz majd, amikor az emberiség fejlettebb lesz. Ez most egy kicsit ilyen pökhendinek tűnik, hogy majd, ha ti is ilyen fejlettek lesz, elnézést kérek mindenkitől, de azt megtapasztalni és érezni, hogy itt hogy olyan emberek vannak, akikben törekvés van az önismeretre, akiknél alap, én azt gondolom, nem, szerintem nem kergetek illúziókat, az itt élők, vagy itt levők 80%-ánál alap a tükör technika. Tehát amikor a bárki idegesít, irritál, negatív érzéseket, indulatokat hoz fel, akkor már nem kifele nézek, hanem magamba fordulok. És ez egy olyan kulcs az együttéléshez, ami nagyon-nagyon megkönnyíteni ehelyett az acsargó, a politikai életben olyan negatív, ostoba példát mutató, tehát ezek a kampányok, amik itt mennek, ha egy kicsikét ennyivel, 2 centivel tovább látnának az emberek, akkor azt látnák, hogy azt a példát mutatják most Magyarországnak, hogy hogyan gyűlölködjél és tapossál rá a másikra is, és hidd azt, hogy ezáltal majd te jobb vagy, miközben saját magadat húzod le vele, és teszed szánalmassá, és ostobává, és ez az egymásra mutogató, széthasító, szétszakító, hihetetlen. Szóval milyen pozitív lendülettel mész innen el? Na, tehát ehhez képest meg itt vagyunk egy, hát egy mesebirodalomban. Hihetetlen finom rezgések. És tényleg, hogyha most, nem az, hogy 3, 5 lett volna belőle, akkor sem tudtam volna elmenni annyi programra, amelyre szerettem volna. Úgyhogy nagyon köszönet érte. Köszönöm szépen. Én köszönöm.